Mi az a Ricky? Hello. IT guy. What's up, bro? Look, I know you aren't still fixing computers for a living. When you gonna throw some work my way? Hey, if you're right for a project, I'll be in touch, okay? Okay, don't forget about me. Ez most komoly. Hoppá, közben fiúk, lányok, észrevettétek? Ja igen, Jimmy most küldött egy SMS-t. Ahogy visszahozta az autónkat. Küldött Jimmy egy SMS-t, hogy visszahozta a kocsinkat, feltuningolta, stb. Egy egész klassz kocsi lett belőle egyébként. Full tuningos lett, de Jimmy honnan szerzett pénzt a tuningoláshoz? Tehát vajon honnan szerezhetett pénzt erre? De ez érdekes, nem? Na mindegy. Lett legalább egy fasz a kocsin. Na fiúk, lányok, menjünk akkor a Striptease Clubhoz, és akkor találkozunk Trevorral. Közben meg itt van Ben. Mielőtt még kérdeznéd, a hűtőszekrény tönkrement. Hát igen, tönkrement a hűtőszekrény. Mert abba rakta el a hullát. A hula a hűtőszekrényre van. And then do one last big score, and then you get to go back with your family. Me, I'm just gonna live here. I'm gonna run this good business, showing people a good time. Bust Brad out of prison, and then, you know, happy. So how'd you come by this place anyway? I've had it for ages. So you must know Leon, the old manager. Leon? Aha, ja, igen, Franklin ismerte a régi menedzser. A régi tulajdonos, Leont ismerte. Franklin. Hát, de Leon most jelenleg a hűtőszekrénybe pihen. Lehet, és örökre. Trevor and Lester. And Brad. Yeah. Sure, Brad was there sometimes as well. I mean, there are other guys though, too. So, anyway, we robbed and lied and we hurt people. Pretty much lived a low life kind of. Igen, hát ez már a fő, már az utolsó helyszre fogunk előkészülni. One thing only. Utolsó helyszre készülünk majd elő. Big one. The big one. The big one. Milyen big one? The Union Depository. A Union Depository. In gold bricks, all taken from kindly Uncle Sam. Ha 200 millió dollár van ott bent, hogy jól fordítottam le. Rengeteg arany, stb. Our masterpiece. So, gentlemen, let's do our civic duty and get out there and find some gainful employment. This way. Jól van, gyerünk! Big one. Kinyíljuk a hűtő. Ah, the big one. Ez most komoly. Mondja, the big one, az kiesik a hulló hűtőszekrényből. Hát ez beszarok, hát ez komoly. Na, na fiúk, lányok, igen, ez a küldetés már arról szól, hogy megyünk a Union Depository-hoz, és feltérképezzük a terepet. Feltérképezzük ezt a nagy bankkomplexumot, hogy mi hol van a bejárat, hogy közlekedik a páncélautó, stb. Szóval, igen, közeledünk a játék végéhez. Valószínűleg, hát nem biztos, de lehet, hogy a GTA 5 lesz az első olyan játék, amit be fogok férni a csatornán, mint végigjátszás. It's a standard bank. It's getting underground. That's hard. Ain't that where the metal's kept? Right. Now we gotta stop outside the Arcadia Center down on Alta Street. We can get a view of the back from there. Menjünk a bank hátsó részéhez. Hey man, you might not notice it, but I picked up a few things rolling with you. I mean, there's times I think I gotta be the senior partner in the group. From the way you and Trevor behave. Ah, sorry. There's history there. Yeah, it still ain't fully been explained to me though. Look, dog, light again. Ott van a biztonsági őr. Fucking eerie, ain't it?
Man, you think they put more than one motherfucker on our national fucking reserves? Yeah, well, maybe we really are broke. Trevor, how are you doing? Azt megálhugyozni, hát ezt nem hiszem el. Hát ez beszarás. Fogja magát, azt megálhugyozni. Óramű pontoságra, Michael. Óramű pontoságra. Ezt megállod húgyozni, hát nem hiszem el. Beszarok, hát ilyen nincs. Lesterrel megyünk együtt. Jó, most trollkodni fog egy kicsikét Lesterrel. Ha jól tudom, majd helikopterrel kell menni. I was gonna pay you, man, when there ain't an obvious profit in something. You're a hard guy to motivate. Kill me before my genes do! Nem lehet a kocsival ugrajtani? Na ezt akartam elérni, hogy Lester ordítson. Elkezdi, oké, de... Várjatok még egyszer. Just went 13:30. We got 2 hours before we need to be in Murrieta Heights. Ha van 2 óra hosszánk, hogy odaérjünk a helyszínre. Hát várjál, de a kicsikét még beszaradtak. Leszáll még kicsit szaradtatva. Őt még odaérnénk. Na mi van, hogy tetszik? Na jó van, elég volt, fiúk, lányok. Gyerünk a helikopterhez. Call it a wasting disease because you waste people's time? Move it! Mike's observations fit with your scheme so far. Quiet enough that any disturbance is going to get picked up immediately. What those two don't know is there's a special team of cops on standby 24/7. Ninja a börtön felé. Careful not to get too close to the prison. We'll trip an alarm. Good point. Don't want them jumpy for the breakout. Ah, yeah. Waiting on a signal from the UD. Won't go out on the menjek a börtön felé, mert beindul a riasztó. Those guys must get bored. Egyszer voltam olyan fasz, hogy csak elmentem a börtön felé, azt beindult a riasztó. Jól van, mindjárt odaérünk. Ott a konvoj. Yeah.
Franco, akkor lényegében csak páncélozott autókat kell követni. Tehát, hogy mondjam, tehát az útvonalukat kell kipufatolózni, hogy merre mennek, merre megy a páncélozott autó. Ja, menjünk hátrébe kicsit. Elmennek a marra. What you thinking? I'm thinking I don't like being in close proximity to you for extended periods of time, and the same for short periods of time. Oh, there's ways to make minutes go by. Közben Lester megcsinálja a fényképeket. Meg az útvonalról, meg videózza le a... meg hogy mondjam, tehát meg videózza lefele a páncélozott autókat. Az útvonalát, hogy merre mennek. Bemennek az alagútba. Most mennek be a parkolóba. Ami garázsba. Oké, ennyi. Keressük meg az építkezés bejáratját. Ha ott van né. Ott van a nagy segjú. Ja, igen, lefotózta az építkezést.
neki. Na, letesszük a helikoptert. Hol van? We got two ideas. It's gonna take a while to get them together or work them up, but I think there's a way. It's not impossible. All right. We'll start. Ha nem lehetetlen, nem lehetetlen kirabolni helyet. Bradley Snyder. He's getting bored. Talk to Michael, okay? Goodbye. Beszél Michael-el, rendben? Oké, így lesz.